figyeljetek! Tessék utána egy picit tarts rá, Gábor! Egy, kettő, három... Tessék! Jó estét kívánok mindnyájuknak, immár az új stúdióból. Mielőtt néhány érdekesebb anyagunkra felhívnám figyelmüket, szeretném köszönteni a 40 éves dolgozók lapját. További sikereket kívánunk megyei lapunknak. Most egy rövid tartalomjegyzék. Összeállítást láthatnak a honvédelmi hét eseményeiről, szó lesz a településfejlesztési hozzájárulásról, láthatnak kábelfektetési bemutatót, láthatnak lakásokat, aztán a véradóba látogattunk el, alkoholellenes klub nyílt a városban, ezt is megmutatjuk, versenyt futunk a divattal, és a végén természetesen sportösszeállítás. De most kezdjük a honvédelmi hét eseményeivel. A fegyveres erők napját megelőző héten immár 7. alkalommal került megrendezésre a honvédelmi hét esemény sorozata. Az ünnepélyes megnyitóra szeptember 21-én a közművelődés házában került sor. Ünnepi beszédet mondott Varga Gyula, a megyei tanács elnöke. A megnyitó utáni fórumon választ kaphattak az érdeklődők a csernobili atomerőműben történt szerencsétlenség részleteiről és a paksi atomerőmű biztonsági berendezéseinek működéséről. A honvédelmi hét részeként nyitott kapuk akció keretében több helyszínen ismerkedhettek az érdeklődők a fegyveres erők, testületek és szervek munkájával. Kameránkkal két helyszínt látogattunk meg. A tatabányai rendőrkapitányság közlekedési objektumában a rendőrség belső életét, az itt dolgozók munkáját figyelhették meg a látogatók, elsősorban gyerekek és fiatalok. A szóbeli tájékoztatás, a kiállított tárgyak és a videófilm megtekintése után a gyerekek közelebbről is szemügyre vehették a trafipaxos kocsit, és használhatták a kézi rádióadóvevő készüléket. A legnagyobb élményt azonban a rendőrségi helikopter felszállása jelentette nekik. Másik helyszínünk a tűzoltó laktanya volt. Itt tapasztalt tűzoltók óvodás gyerekek számára mutatták be a tűzoltás modern eszközeit és a tűzoltók mindennapi munkáját. Operatőrünk néhány percig egy kinyújtott tűzoltólétra tetejéről nézhette az egész laktanya, sőt szinte az egész város életét. Végezetül a gyerekek izgalmas események szemtanúi lehettek, amikor a tűzoltók próbariadót mutattak be számukra. Sajnos igazi riadót is be kellett mutatniuk. Szeptember 24-én a Kálváriadomról érkezett a hívás. Hogy mi történt, nézzék meg! Önök itt a szomszédok, ugye mikor észleltek valamit? Hát én, ahogy ropogott meg a füstfelhőt észleltem, azonnal kiabáltam a lányomnak, hogy jöjjön segíteni, mondom, mert itt valami baj van. És mondtam neki, mondom, gyere nézzük meg, hogy mi ég. És akkor hát rohant a lányom is föl, és akkor mondtam, hogy azonnal telefonálja tűzoltókért, mondom, mert itt baj van. És akkor szerencsétlen rohant a telefonhoz, még szerencse, hogy itt a boltnál működött, és akkor ő megvárta a tűzoltókat a bolt előtt, és úgy irányította ide, de akkor már az egész lángokba volt. Milyen ház volt ezen a telken? Nagy? Nem volt nagy ez ház. Ez egy ilyen előépület volt tulajdonképpen, itt építkezés folyik, és ide volt bepakolva a faanyag, a szerszámok, ami az építkezéshez szükséges. Szeptember 28-án a Fürdő utcai lőtéren a BHG Honvédelmi Klubja 7. alkalommal rendezte meg a klubtagoknak és a vállalat minden dolgozójának a hagyományos honvédelmi napot. A gyerekeknek játékos lövészet és filmvetítés szerepelt a programban, a felnőttek is lőttek, a legnagyobb élmény azonban a közös ebédfőzés volt. A képek alapján úgy vélem mindenki jól érezte magát. Szeptember 29-én a fegyveres erők napján felszabadulás téren a tisztelet és emlékezés koszorúit helyezték el a fegyveres erők, testületek és szervek megyei és városi képviselői. Koszorúzott a Magyar Néphadsereg, a rendőrség, a munkásőrség, a Hazafias Népfront, az MHS és a KISZ. Ezzel az ünnepi aktussal ért véget városunkban a Honvédelmi Hét rendezvény sorozata. Most újra néhány szót a településfejlesztési hozzájárulásról. Vendégünk, mint az előző alkalommal, Sárközi Géza, városi tanács elnöke. Mi történt a legutóbbi találkozás óta? Úgy néz ki, mozgalmas hét lesz mögöttünk. Hétfőn és kedden a városban, 18 körzetben megtörtént az agitátorok felkészítése, útbaigazítása,
és tulajdonképpen részükre kiosztottuk mindazokat a kellékeket, segédleteket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Tatabányán minden családhoz eljuthassanak. Hányan vállalkoztak erre az elég nehéz munkára? Hát szeretném hangsúlyozni a pontos válaszadás előtt, hogy felkérés alapján, agitáció alapján történt a jelentkezés. Ez idáig 359 személyt tudtunk megbízni, megbízó levéllel ellátni, hiszen a családok meglátogatásakor igazolni kell mindenkinek magát, hogy milyen ügyben, mi áradban van, mert egy fontos kérdés lakossági megbeszéléséről, egyeztetéséről lesz szó. Szabtak-e valami határidőt, vagy mennyi időt kell eltölteni egy-egy családnak? Határidőt nem szabtunk, de hadd hangsúlyozom azt, hogy nem egyszerűen a településfejlesztési hozzájárulás intézményének a bevezetésével kapcsolatos feladatokról van szó, hanem a város vezetése szeretné ezt az alkalmat arra felhasználni, hogy minden lakásba bejutva egy kicsit olyan közvéleménykutatás formájában rákérdezzünk a személyekre, családokra, kisebb közösségekre, hogy mondják el gondjaikat, problémáikat, javaslataikat magukkal és a város közösségével összefüggésben egyaránt. Hátráltatta-e valami ezt a munkát? Hát a munkát nagyobb dolgok nem hátráltatták, de mint ahogy a legutóbbi alkalommal is én hangsúlyoztam, a jövedelem elvonások rendjében, folyamatában a településfejlesztési hozzájárulás kérdése csak egy. És az elmúlt napokban újabb ilyen probléma jelentkezett, nevezetesen a házadó rendelettel kapcsolatos előkészítő munka. Nagyon sokan rákérdeznek, hogy ezzel kapcsolatban mi várható. Hány embert érint ezt Tatabányán körülbelül? Pontos felmérésünk nincs, de ahogy mi a rendelet tervezetet áttanulmányoztuk, tulajdonképpen a 100 négyzetméter feletti alapterületű családi házak és egyéb jellegű épületek kérdéséről van szó. A lakások döntő többsége ennél kisebb alapterülettel rendelkezik. Komolyabb probléma és nagyobb gond ott fog adódni, magasabb adófizetésére ott kerül sor, ahol 200 négyzetméternél nagyobb lakás alapterületről van szó. Hát ilyen Tatabányán nem sok van. Visszatérve a TEHO-ra, a lakóterületi fórumokról van már valami végleges eredmény? A lakóterületi fórumokról van végleges eredmény, tudjuk, hogy hányan látogatták. Hadd mondjam azt, hogy tulajdonképpen ezek a fórumok annyiban voltak hát szükségesek és fontosak, hogy a létükkel felhívták a figyelmet arra, hogy a településfejlesztési hozzájárulással kapcsolatos agitáció szervező munka most fölgyorsul, felélénkül, és a városban általánossá válik. Hát a lakóterületi fórumokon is biztosítottuk azt a lehetőséget, hogy aki úgy gondolja, hogy igent mond erre az intézményre, szavazzon, meg kell mondani, hogy nem jellemző és nem mérvadó az a számadat, ami ennek kapcsán kialakult. Úgy érezzük, hogy inkább majd a lakásokban való párbeszéd időszakában, folyamatában lesz majd lehetőség arra, hogy többen igent mondjanak ebben fontos kérdésben. Ez körülbelül mennyi időt fog igénybe venni? A program szerint és a feladat bonyolultságát is megítélve úgy érezzük, hogy ezen a héten elindult személyes agitáció, meggyőző munka tulajdonképpen a hónap közepéig fel fog gyorsulni. Számításaink szerint október 20-án fogunk rákérdezni az akkori eredményekre, és még lesz idő, hogy a hónap harmadik dekádjában, ha szükséges, akkor ráerősítsünk a szervező munkára. Még elmondom azt is, hogy ez a 359 agitátor helyileg és területileg nem mindenhol elegendő. Különösen Újváros területén, Kertváros Grozny lakótelepén, a Gál István lakótelepen van még szükség további agitátorok kiválasztására, felkészítésére, ez is folyamatban van. Őket is néhány napon belül felkészítjük, és így körülbelül, hogy a múltkor is jeleztem, várhatóan mindegy 500 fő fog részt venni ebben. Nagyon fontos és nagyon nagy áldozatvállalást jelentő munkában az agitátorok részéről is. Az elmúlt adásban megígérte, hogy ma már elmondja, mikor lesz végleges eredmény. Lehet tudni már? Hát egy kicsit korrigálnom kell a múltkori merészségemet, még nem tudom a pontos végeredményt, de megismétlem azt, amit akkor is hangsúlyoztam, hogy most egy olyan feladatról van szó, amit szeretnénk eredményesen befejezni, tehát a munkát folytatjuk, ha kell, ismételünk, és mindaddig az eszmecsere folyamatban lesz, amíg a városban egy olyan többség nem mond igent, amivel kimondhatjuk azt, hogy tényleg a többség akarata, gondolata valósult meg. Köszönöm a tájékoztatást, sok sikert kívánok! 1986. szeptember 25-én ülést tartott a Városi Tanács.
A napirendi pontok között a következők szerepeltek. Beszámoló hangzott el a két tanácsülés közötti munkáról, ez Sárközi Géza tanácselnök adta elő. Beszámolt a BHG Tatabányai Gyáregysége a dolgozók élet- és munkakörülményeinek javítására tett intézkedésekről. Szó volt a lakóbizottságok helyzetéről, tevékenységük továbbfejlesztéséről. Ezzel a témával kapcsolatban vendéget is hívtunk a stúdióba. Szó Dániel Mazali Néva, a Hazafias Népfront Városi Bizottságának titkára. Mi is a szerepe a lakóbizottságoknak? A lakóbizottságokat a város lakói nagy számban ismerik. 64-től működnek Tatabányán lakóbizottságok. A szerepük az, hogy a lakosság és a tanástestületek között, Néprontbizottság között a kapcsolatot tartsák. Információáramlást biztosítsanak. Hogyan értékelte a Városi Tanács a lakóbizottságok munkáját? Városi Tanács ülése előtt a Hazafias Néfront Városi Bizottsága is ülést tartott ebben a témában. Hát végül is a tanács az együttes véleményt alkotta meg, miszerint elismerését fejezi ki a lakóbizottságoknak, amelyek eddig jól működtek, és feladatul tűzte ki, hogy azokon a területeken, ahol nem működnek, vagy gyengében működnek ezek a nagyon fontos kis lakóterületi egységek, ott javítani kell a munkát. Hogyan lehetne hatékonyabbá tenni a munkájukat? A munkájukat több irányból lehetne hatékonyabbá tenni, olyan módon is véleményem szerint, hogy a jelzéseiket, észrevételeiket gyorsabban intéznénk el. Tehát azok a különböző szervek, szervezetek, amelyekhez fordulnak lakossági panaszokkal, észrevételekkel, közérdekű bejelentésekkel, azok gyorsabban intéznék ezeket az ügyeket. Milyen súlyuk van a lakóbizottságoknak? Súlyuknak kell, hogy legyen, mert a lakóbizottságok igazság szerint irányítástól függetlenül a lakóké. Tehát az ő érdekeiket képviselik. A súlyuk azért nagy, mert most, amikor tanácsi testület létszáma csökkent. Növelnünk kell a lakóbizottságok számát annak érdekében, hogy az információk tanácsrendeletekről a végrehajtás lehetősége az megvalósulhasson, illetve hát az információk eljussanak a lakókhoz, és a megvalósításra pedig mozgósítani tudják az embereket. És ugyanilyen módon pedig a lakók észrevételei, javaslatai eljussanak a különböző városi szervekhez. A következő napirendi pont a műszaki osztály beszámolója volt tevékenységéről. A tanácsülés végén az egyenek napirendi pont keretében a terület és településfejlesztés hosszú távú koncepciójáról volt szó. Előadó Hanvas Győző, a tanács általános elnök helyettese volt. El kell mondanom, hogy ez a 15 év rendkívül meghatározó, akkor, amikor akár a mai gazdasági helyzetet, akár a város fejlődésének stádiumát veszük, azt, hogy mit teszünk az elkövetkezendő időben, nem egy középtávú 5 éves tervben, hanem egy hosszabb távú tervben lényeges. Azokat az irányokat kell a testületnek meghatározni, amely tudományos megalapozottsággal, de az itt lakók véleményével együtt is olyan célokat, olyan feladatokat ad, amely helyes, amely jó irány. Két hozzászólásból szeretnénk idézni. Dr. Németh Vadász József és Varga Gyula kért szót. Volt annak idején szó arról, hogy valami vendéglátóipari vagy bányaipari főiskola. Én úgy érzem, hogy Tatabány, amelyik itt van Budapesten, ugyan elég közel 50 km, és hogyha megépül a stráda néhány hét múlva 40 perces út autóval, de nem érdemelne meg. Győr az nem vitásan, hogy igen szépen már fölment. Budapest, hát az meg zsúfolva van. Budapest nem alkotna abból több tízezer hallgatóból egy 1000 vagy 300 vagy 500 a Tatabányának, és ezzel a itteni szellemi életet is, de a környék életét is felfelejtünk fényt. Nem kéne erre gondolni, ezt valahol, valamilyen úton módon kieszközölne a jövőben. És itt utalnék az előző hozzászóló felvetésére, a felsőfokú intézményhálózat kialakítására. Ugyanis a megyei tervben hasonló módon megfogalmazást nyert az, hogy Tatabánya felsőfokú intézményhálózat kialakítása szükséges, válhatna, vagy szükséges lehet.
bányaiparhoz kapcsolódó felsőfokú intézményhálózat, vagy intézmény fajta kiépítésére gondolunk. A jelentés ír az elmúlt 15 év, pontosabban az előterjesztés ír az elmúlt 15 évnek az eredményeiről. Azt meg lehet állapítani, hogy az egész országban nagyon nagy fejlődés ment, talán ez a nagyon nagy fejlődés ment végbe, ez a nagyon nagy fejlődés még pregnánsabban jelentkezik Tatabányán, hiszen a 15 évvel ezelőtti Tatabánya, az a mai életet hasonlítjuk, azért rendkívül nagy változásokat, előnyös változásokat látunk és tapasztalunk. Ezt az itt jelenlévők mindnyájan nagyon jól érzékelették, láthatták, én ezt túlzottan nem részletezem. Egy-két vonást említenék csak meg. Az egyik, hogy alapellátásban Tatabányán a megyei átlag feletti helyzetet sikerült produkálni és nyújtani. Ez az itt kialakult helyzet lényegesen kedvezőbb vagy jobb, mint a megyei átlag, de számos vonatkozásban a legelső helyet lehetne felmutatni, vagy a legelsőnek értékelni. Gondolom mindenkinek sok bosszúságot okoz a városunkban levő sok betemetetlen gödör és árok. A következő anyagból megtudhatják, hogyan lehet gyorsan és korszerűen kábelt fektetni. Az idei budapesti nemzetközi vására mutatta be először az NSK Jakob Thaler cég a korszerű kábelfektető eljárását. Az Észak-Dunántúli áramszolgáltató vállalat kezdeményezésére most ismét Magyarországon, mégpedig Tatabányán jártak, és az ország többi áramszolgáltató vállalatai és a posta szakemberei előtt előadáson ismertették technológiájukat. Ezután a népköztársaság úton, mint egy 500 méter hosszú szakaszon, a gyakorlatban is bemutatták a kábelfektető eljárást. A technológia lényege, hogy a kábelt olyan görgő és továbbító rendszerek fektetik, amelyek nem károsítják a kábelt, így jelentősen megnő az élettartama. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy az eljárás jelentős munkaerőt takarít meg. Hogy az eljárás bevezetik-e nálunk is, az a későbbi tárgyalásoktól függ. Ugye önök is kaptak, kedves férfi társaim, hozzám hasonlóan ilyen kérdőívet az elszámoló hivataltól, melyben le kell írni gyermekeink számát és adatait. Vajon miért volt szükség erre a nyilatkozatra, aki válaszol Lehocki Attila, a megyei elszámoló hivatal vezetője? A nyilatkozatra azért volt szükség, mert az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság tájékoztatása szerint az Országos Családi Pótlék Nyilvántartó Központ megszűnik. És hogy a nyilvántartások rendezése szinte 100%-ossá tétele érdekében szükséges volt az, hogy elrendelje egyszeri adatszolgáltatásként a családi pótlékban részesülőknél a feltételeknek az összeállítását. A mi általunk augusztusban végén kibocsátott felmérés nyilatkozat, ez rendszeres jogszabály alapján történik, minden évben megtörténik. A két adatszolgáltatás szerencsétlen egybeesés, hogy együtt egy időben mentek ki, de megpróbáltuk mi azt, hogy ne kelljen kétszeres nyilatkozatot kérni a szülőktől, de sajnos a szolgáltatott adatoknak az eltérő volta, ezt nem tette lehetségessé, és ezért kellett a második adatszolgáltató lapot is kiküldeni, hogy eleget tudjunk tenni az Országos Főigazgatóságnak, az előírásának. Ez hány embert érint a megyébe és városba körülbelül? Ez körülbelül tanácsi vonatkozásban kb. 1200 családot érint, a mintegy 3000 családi pótlékban részesülő szülő közül. Itt van a papíron, hogy október 15. napjáig kell visszajuttatni ezeket. Ha valakinek mégse sikerül, akkor tényleg megszüntetik a folyósítást? Hát folyósítást éppen nem szüntetjük meg. Ha valahonnan nem érkezik vissza ez a nyilatkozattétel, ott mi ismételten jelentkezünk azoknál a szülőknél, hogy a folyamatosságot biztosítani tudjuk a családi pótlék folyósításába. Hát jövőre ilyen nem lesz. Jövőre nem lesz, biztos. Köszönöm szépen. Egy tatabányai édességkedvelőnek még az útmenti stop táblákról is gondolom csak egy juthat eszébe, a stop cukrászda. A sütemények, torták, fagylaltok ízét idézi fel magában. De hogy ki készíti ezeket, azt tudhatják meg a következő filmből.
Jó napot kívánok, elnézést kérek. Látom, hogy ilyen késői órán is itt vásárol. Gyakran jönnek ide fagylaltozni? Igen, nagyon gyakran járunk. És a torta, az is? Hát egy ismerősömnek szeretném ajándékba. Gondolom azért, mert nagyon ízlik. Hát igen, meg szép. Meg szép is. És ízletes is, úgyhogy megéri. A Stop cukrászda, mester cukrászát kérem, hogy mutatkozzon be nekünk. Rabotki Jánosné vagyok, és 23 éve vagyok cukrász. Én még gimnazista koromból emlékszem, amikor a Stop cukrászda valahol ott a benzin, Bánhidán volt a benzinkúttal szembe, hogy mi képesek voltunk 10 percet is buszozni, hogy abból az isteni extra krémesből legyünk, amit ott árultak akkor. A krémes azóta is megvan, de a vendégkör, mióta ide költöztek, megvan-e? Megvan, ha vendégkör ugyanúgy megvan, sőt még bővült, mivel itt lakótelepre is jöttünk végeredménybe. Tehát adott egy olyan vevőkör, akik itt laknak. Ott meg úgy jöttek a vendégek, tehát messzebbről. Hogy kezdik a napot és hogy zárják? Mikor kezdődik és mikor ér véget egy munka? Hát egy nap az bizony nagyon hosszú, reggel 6-tól este 6-ig, fél hétig, hétig, mikor, hogy ahogy a munka megkívánja. Itt nem lehet órát nézni. Szereti az édességet? Szeretem. És szoktunk is kóstolgatni a lányokkal, úgyhogy... Gondolom ez is közrejátszott abban, hogy cukrász lett, ugye? Hát talán ez is. Meg a régi cukrászok. Oda jártunk lánykoromba, a osztálytársakkal, és úgy kedveltem meg. Régi Vince bácsi, Vasaskéle cukrászza, és úgy jött az egész. És a családban nem csak egyedül cukrász, ugye? Most már a család többi tagjai is folytatják. Hát igen, két lányom van, egyik 20 éves, 21-ben van, a másik 18, mind a kettő cukrász lett. Látom, hogy itt készítitek a száraz süteményeket. Mikor vettél részt először cukrászversenyen? Harmadikos voltam, és akkor a házi versenyt megnyertem, és a megyei versenyen meg harmadik lettem. Hát ez gondolom nagyon szép teljesítmény, de hát egy cukrászmama áll mögötted, úgyhogy el is várták tőled. Gondolom. Hát igen, nagyon sokat segítette. Közben egy gyakorolgattam otthon is, itt is. És önálló munkád, költeményed, süteményköltemények van-e? Hát ugye általában mindent. Most már segéd vagyok, egyedül kell csinálnom. A sütemények elkészítésénél csak saját alapanyagot használ, vagy pedig kész alapanyaggal is dolgozik? Csak saját, hát nyersanyagot veszünk az ABC-ből, és akkor úgy dolgozzuk fel. Tehát olyan, hogy készárut nem veszünk mi sehonnan. Mindent saját magunk készítünk. Ez mind megrendelésre készülnek. Tehát, de úgy is készítünk tortát, hogyha ide jön a vendég, és megrendelés, azonnal el tudjuk készíteni. Ez a megrendelés dolog, ez most hogy megy? Hogy van egy katalógus, amiből kiválasztja a tortafajtát, vagy saját elképzelésre is? Hát 31-féle tortánk van, tehát benne a könyvben, de hogyha a vendégnek olyan extra kívánság van, azt is elkészítjük. Volt-e már valami igazán extra kívánság? Rengeteg. Hát minden héten. Például a Népháznak volt egy 7 emeletes tortája, de hát akkora volt, hogy sámiról kellett feldíszíteni, mert olyan nagy volt, és ilyen nagy zsukkocsival vitték el, akkora volt. Szóval nem fér be egy személy autóba se. De itt nem igen van kinn a tábla, hogy fagylalt nincs, vagy éppen elfogyott. Ezt a problémát hogy oldják meg? Hogyan lehet felkészülni? Hát azért nagyjából már ki tudjuk számolni, hogy mennyi az a napi adaga, és akkor pillanatok alatt újra főzzük, és már fagyasszuk is. Ott vannak a fagylaltgépek, és egymás után megy be a gépbe a fagylalt, és már fagyasszuk is. Tapasztalata szerint melyik fagyiból fogy a legtöbb? Csokoládé. Csokoládéból? És a gyümölcsfagylaltokból úgy összességében hány kilót adnak el körülbelül? Olyan 40-50 kiló hétköznap, ami a rendes, normális mennyiség. Hát, télen milyen a forgalom? Hát télen a nyárihoz viszonyítva sokkal kisebb. De ez kell is, mert nekünk sincs az a nagy hajtás. Most következzen egy újabb adalék a lakás problémák című fejezethez. Csak azért, hogy lefényképezzünk egy beázott lakást, nem mentünk volna ki a helyszínre. Ki nem látott már hasonló képeket. De ahol jártunk, más milyen hely, mint a többi. Itt a nedvesség miatt hónapok óta tűrhetetlen a helyzet. Aki benne él, egy idős asszony, panaszát alig akarják meghallani azok, akiknek így kényelmesebb. Ezeken a falakon, penészből a nem törődömség domborműve állt össze. Márciusban ázott el először a lakása. Mi történt azóta? Többször kijöttek megint, akkor, amikor márciusban elásztam a fönti lakó, hagyta nyitva a csapot, és úgy áztam le, egymás után 4-szer. És utána meg
jelentették, akkor a lépcsőháznak a lakóinak a csövei romlottak el, és utána időközönként egyszer kisebb, egyszer nagyobb beázás volt. Ez július közepítő van. Azt tetszett mondani, hogy szinte naponta folyik a víz a falakon. Naponta legalább 30-40 liter víz, ami lefolyik ide az alsó részbe. És nem győzöm szellőztetni, nem győzöm szállítani a lakásomat. Mivel ez tanácsi lakás, nyilván az IKV-hoz fordult segítségért. Igen, bejelentettem már többször, többen is bejelentettük, és a több bejelentésre 5 héttel együttek ki megnézni, hogy mi a probléma. Tehát 5 héttel később? 5 héttel később a bejelentéstük. Hogyan fogadták a bejelentését, és egyáltalán mit mondtak, mi a hiba oka? Legelőször, amikor elmentem hozzájuk, akkor azt mondták, hogy szenilis öregasszony vagyok, mert nem lehet, hogy a második emelet ellenkező oldaláról én ázzak. És mondom, az íróasztal mellett nem lehet megállapítani, gyűjjön ki és nézze meg. Ezek a képek már új helyszínen, a Nedermann Ferenc utca egy szám alatt készültek. Más városrész, más ház, más lakások. A probléma ugyanaz. A bűnös itt is a nedvesség. Persze nem ilyen egyszerű. 2 évvel ezelőtt vásárolta meg ezt a lakást 420 ezer forintért az OTP-től. Azt a lakást, amit 1973-ban épített a tatabányai szénbányák. Igen. Rossz üzlet volt. Nagyon rossz. Ugyanis 1984-ben voltam kénytelen hazatelepülni beteg gyermekem miatt, aki mozgássérült. És licit lakás volt ez, amelyet készpénzzel voltam kénytelen megvásárolni. 4 hónap után kezdett a fal penészesedni. Először a biztosítóhoz fordultam tanácsért, utána pedig az OTP-hez. Az OTP felülvizsgálta a problémámat, kijöttek, megállapították, hogy kivitelezési, tervezési és építészeti hiba. Ezután beperelték a szénbányát, vagyis aki építette a lakást. A megyei bíróságon voltunk, Esztergomba, októberben, 85-ben. A mai napig az ügy még mindig a bíróságon van, mert a bíróság elmarasztalta a szénbányát, úgyhogy javítsa meg a lakásomat 4 hónapon belül, július 31-éig. A mai napig sem volt nálam senki megnézni, hogy mit kellene a lakásban csinálni, ugyanis gyermekem kórházba fog kerülni, és olyan lakásba vagyok kénytelen visszahozni, ami rohad, vizes és teljesen penészet. 3 hónapja ki van pakolva a lakás, csak itt a negyed részét látják, ami van. A fele része a szomszédoknál, a fele anyámnál van tatán, úgy járunk be bőrönbe öltözködni, a ruhát nem tudom a szekrénybe tartani, mert dohos, penészes. De egyáltalán kaptak konkrét ígéretet, hogy mikor jönnek javítani? Egyfolytában ígérnek. Az alsó szomszéd Alamek Ferenc, úgy tudom, hogy ön nem vett tudomást erről a bírósági végzésről, miszerint a kivitelezőnek ki kell javítani a hibát, és unta a hivatalba járkálásokat, inkább ne figyelj, kifogott a javításnak. Így van, tehát egyszerűen ez az egész procedúrától idegenkedtem. Nekem, hát én 82. júliusában kaptam meg a lakást. Szeptemberben így el is jött a penész, előjött a szobába, majd lejének megmutatom. Mit tudtam csinálni? Gondoltam én is rá, hogy majd perelek, vagy hát értékcsökkenést kérek. De aztán legyintettem, mondom, minek. Mutatni. Fürdőszobám teljesen vizes, konyhám teljesen vizes volt, a fal rohadt. A konyhaszekrényben élelmiszert nem lehetett a konyhaszekrényben tartani, mert megrohadt. Nem sajnálja azt a pénzt, amit már eddig beleölt, és valószínűleg ezután is belefog? Elvileg ezt nem önnek kellene kifizetni. Elvileg nem, na de hát itt a példa rá, hogy ez micsoda procedúrával jár, idegileg kikészül az ember, az idejét elpocsékolja, és hát... Jó, anyagilag persze nem kerül annyiba, de hát az ember így van vele. Én nem szeretem a hivatalokat. Elég riasztó képek voltak ezek. Mit tudtál meg azóta? Hát természetesen kíváncsiak voltunk a másik fél véleményére is, tehát azokére, akiknek feladatuk helyrehozni ezeket a hiányosságokat. Hát kiderült, hogy egyetlen egy dolog sem olyan egyszerű, hogy valaki hibát követett el, mulasztást megkeressük, a bűnöst kijavítjuk, a hibát és kész. Kicsit szövevényesebb ügyek ezek. Kezdjük a végénél, vagyis a Nedermann úti lakásnál. A kivitelező, a bányaépítészeti üzeme 10 éves garanciát vállalt a házra,
ez a 10 év eltelt, és nem jelentkeztek a lakók panasszal, csak a 10 év után közvetlenül. A bányaépítészeti üzemének a dolgozói ennek ellenére nem állítják azt, hogy ez már nem az ő ügyük, vagyis lejárt a garancia. Ők is azt mondják, hogy képtelenség az, hogy ez a lakás 13-14 esztendő után így tönkre menjen, hiszen 40-50 év után sem volna szabad így állnia. A lényeg az, hogy még a hideg beállta előtt megoldják a problémákat. Hogy erre eddig nem került sor, az illetékesek szerint azért történt, mert technológiai nehézségekbe ütközött. Műszaki részletekbe azt hiszem kár lenne belemenni. Ők azt mondják, igen bonyolult technikát igényel ennek a megvalósítása, és erre nem készültek fel. Kint jártak különben az illetékesek, a kárt lakásonként körülbelül 50 ezer forintra becsülik, tehát nem kis összegről van szó. Ők nem vették tudomásul különben a megyei bíróságnak azt a végzését, hogy ők a hibásak, és 3 hónapon belül ki kell javítaniuk. A javítást ugyan vállalják, de nem vállalják a saját bűnösségüket, ugyanis arra hivatkoznak, hogy nem a kivitelezés során voltak olyan problémák, amelyek végül is a benészesedést előidézték, hanem a terv volt hibás. Most hozzá kell tenni, hogy ez a terv típus terv. Hogy egy hibás terv, hogy lehet típus terv, az azt hiszem egy újabb filmet megérdemelne. Tehát a per folyik tovább, az a lakókat nem érinti, gondjuk megoldódik, most már csak azon megy a harc, hogy ugyan kifizesse ezt a kárt. A másik ügy tehát a Kilián körtéri lakással kapcsolatban, az IKV igazgatója ragaszkodott ahhoz, hogy személyesen adjon választ a látottakra, és beszámoljon annak a vizsgálatnak az eredményéről, amit filmünk kapcsán indított el. A riportot megnéztem, és én is hasonlóképpen fölháborodtam, mint akármelyik bérlő felháborodott volna ennek láttán. Nekem azonban volt lehetőségem arra, hogy megvizsgáljam az ügyet, és megalapítottam, hogy július 24-én történt az első bejelentés, csőtörés vagy vizesedés okát jelölték meg. Megállapodtunk a bérlővel, hogy 1. és 8-a között kijavítjuk. 8-án a kijavítás megtörtént, azonban a 2. emeleten ismét jelentkezett egy ázás, amelynek kijavítása sajnos 3 hétig elhúzódott, elsősorban azért, mert a kivizsgálás során arra gyanítottak, hogy a felső ázásból eredt elsősorban a jelentkező víz, és nem pedig csőrepedésből. Itt bebizonyosodott, hogy csőrepedés volt, szeptember 1-én a munka készen volt. Újabb jelzés jelentkezett az 1. emeleten hasonló vizesedésről, amit szeptember 17-én javítottunk ki. Tehát elég hosszú folyamat volt, és sajnos az alsó szinten, illetve a földszinten lévő tisztelt bérlő, Maros Völgyi néni sajnos megitta a levét, szó szerint. Hogy műszaki problémák előfordulnak, az természetes. Ön mennyiben érzi azt, hogy itt emberi mulasztásokról is szó volt? Konkrét emberi mulasztást nem tudtam megállapítani. Vitatható, hogy miért kell egy vizesedés okának megállapításához 3 hét, amely lehet, hogy szükséges volt, lehet, hogy nem. Ilyen esetekben a fölülről leszivárgó víz furcsa helyzet elé állít gyakran bennünket. Tehát elég gyakori az ilyen csőtörésből vagy dugolásból eredő vizesedés, amelynek nem könnyű a okát megállapítani, különösen az elhárítás nem könnyű, amikor bontással együtt és a cső helyreállításával együtt a bérlőt zaklatnunk kell. 2 hét eltelt a felvételek elkészítése óta, azóta rend van már a Kilián körtér 20-ban? Igen, körülbelül 1 hete a munka elkészült. Azt hiszem, hogy még a vakolat száradása utáni festés van hátra, ami valóban nem kis, nem nagy feladatot jelent számunkra. Ez viszont nem azt jelenti, hogy az utolsó vizes lakást is sikerült felszámoljuk, tehát az ánya. Egyáltalán nem erről van szó. Évente mintegy 24-25 ezer hibabejelentés érkezik a bérlőktől, döntő többsége csőtörésből vagy dugulásból eredő hibára vezethető vissza. Hogy ez ennyire elhúzódik, annak mi a legfőbb oka? Kevesen vannak szerelők? Vagy bonyolult ez a munka? A munka nem egyszerű, szerelőink létszáma általában elegendő. Ha egy időben sok hiba jelentkezik, csúcsra nem tudunk méretezni munkaerőt sem, gond jelentkezhet, de nagyon sok esetben olyan hibát, olyan okra vezethető vissza a
lassú munka, hogy nem tudjuk összehangolni több bérlőnek otthon tartózkodását, és egy ilyen ázás következtében bizony nem egy, hanem több bérlőnek az együtt léte kell ahhoz, hogy mi hibán tudjunk elhárítani. Az ilyen esetekben, amikor két egymással vitatkozó félnek az álláspontját hallgatjuk meg, hajlamosak vagyunk úgy ítélni, mint az egykori kisbíró, aki egyszer egy peren azt mondta az alperesnek, hogy magának igaza van, a felperesnek is azt, hogy magának igaza van, aztán amikor közbeszólt valaki, hogy de hát bíró úr, nem lehet az, hogy mindkettőnek igaza van, akkor annak is azt mondta, hogy magának is igaza van. Hát mi nem állítjuk azt, hogy minden szereplőnknek igaza volt. Vida elvtárs hozzászólásából meglepődve hiányoljuk a felelősök megkeresését, és ő ugyan vitatja azt, hogy 5 hét után mentek ki a szerelők, ez az 5 hét szerinte csak 3 hét, ezt el is kell fogadnunk, hiszen papíron bizonyított tény, de akkor is sokaljuk. Jobb volna, hogyha kicsit rugalmasabban és kicsit személyre szólóbban történnének meg az intézkedések. Köszönöm, és most lazításul egy kis reklám következik. Új lehetőség a Centrum áruházban. A Lehel hűtőgépgyár és a Centrum közös márkaboltja a műszaki osztályban. A Lehel hűtőgépgyár teljes választéka kapható 60 és 80 literes propánbutángázzal, hálózatról és akkumulátorról működő hűtőszekrények. Közületeknek a HV160, HAET üvegajtós kivitelű, valamint kombinált 280x60-as és 285x125-ös típusú hűtőszekrények. Szeptember 10-én a megnyitó napján 300 literes hűtőládák is vásárolhatók. A Centrum Áruház új márkaboltja szeptember 10-től várja a kedves vásárlóit. Most következzen programajánlat a következő 2 hétre. Először a Puski Művelődési Központból. Délután 3 órától este 9 óráig. 3 órakor Pataki Attila jön, akkor 4 órától lesz a számítógépes verseny, aminek vezetője Boda László, a ház számítógépes klubjának vezetője. Utána 17:30-tól lesz a diszkó, aminek keretében 18:30-kor kezdődik a táncverseny, ahol különböző klasszikus táncok is, tehát keringő, polka, rock and roll és diszkótánc versenyezhetnek a fiatalok. És 20:30-kor pedig a mostani Diákcentrum amatőr művészei közül a gépészeti szakközépiskola Srammi zenekara fog bemutatkozni. Lesz egy másik érdekes program is itt a Puskinban, egy jazz koncert. Igen, október 12-én 7 órakor az osztrák Plettner & Platters jazz zenekar, Dixieland zenekar koncertje. Ez a Petőfi Csarnokkal közreműködve jön létre ez a koncert, és az Osztrák Kulturális Intézet támogatásával. A zenekarról egy keveset, néhány szót mondanék. Ausztria egyik legsikeresebb Dixieland zenekara. Egy zenész família tagjaiból áll, de idősebb, már elismert zenészek és fiatal feltörekvő új zenészek vannak. Figyelmükbe ajánlom az új forrás idei 5. számát, melyben a gazdag szokásos szépirodalmi anyag mellett két hozzászólást is találnak a Kultúra Ökológiája című íráshoz. Olvashatják Rasputin Tűzvész című kisregényének befejező részét,
valamint T. Sárai Szabó Éva írását Komárom megye 1985. évi könyvterméséről. Más. A jubileum étteremben október 15-től 18-áig szlovák napok lesznek. A Népház galériájában e hónap 2-től november 18-áig Péterfi László szobrászművész kiállítását nézhetik meg. A munkás otthonban október 13-án 17 órától politikai szabad egyetem első előadása lesz, az előadó pedig Marosán György. Ugyanitt október 16-án és 17-én Kulturált otthonunk címmel részkarc, festmény, kisplasztikai bemutató és vásár neves képzőművészek alkotásaiból. Október 11-én szintén a munkás otthonban a Városi Kisbizottság műsoros születi báljára kerül sor. Még egy érdekes programra szeretném felhívni figyelmüket. Október 13-án, jövő héten, este 18 órakor, az Új Forrás Kör, Tatabánya, március 15-e úti helységében a vendég a Tatabányai Közösségi Televízió lesz. Megpróbálunk válaszolni az érdeklődők kérdéseire, és újabb adalékkal is szolgálunk az új stúdióról. Remélem, érdemes lesz eljönniük. Nem tudom, szükségük volt-e már sürgősen vérre. Azt hiszem, akkor természetes volt, hogy az orvosok rendelkezésére állt az életmentő folyadék. Bevallom, a következő anyagot azért készítettük, hogy továbbra is így legyen. Dr. Nemeskéri Marianna vagyok, a Komárom megyei vértranszfúziós állomás vezető főorvosa. Szilágyi Sándorné vagyok, megyei véradó szervező. Nehéz munka ez? A mai körülmények között igen. Ez mit akar? A gazdasági nehézségek szel az egészségügyet, ezen belül a vérellátást is elérte, és ez néha egy ilyen komoly gondokat jelent a véradások szervezésében. Nehéz véradókat toborozni? Nehéz, igen. Nem is annyira a véradók toborzása a nehéz, szóval munkaidőkedvezményt egyre kevesebbet kapnak, és mindenki egyre elfoglaltabb, és nagyon sok a GMK, a munka utáni elfoglaltság, és így kevés ember jön sajnos a délutáni véradásainkra. És milyen fajta vérre van leginkább szükség? Magyarországon ma alapszabály az, hogy mindenki csak a vércsoportjának megfelelő vért kaphat, tehát a vércsoportjával azonos vért kaphat. Ennek alapján olyan vércsoportú vérre van szükség, amilyen vércsoportú vérző betegek vannak. Tehát minden csoportból bizonyos készletnek, tartaléknak rendelkezésre kell állnia, amihez nyúlhatunk akkor, hogyha sürgősen szükség van vérre. Hiszen egy-egy nagyobb vérzésnél, erőteljes vérzésnél, amikor rövid idő alatt nagy mennyiségű vért veszít valaki, akkor nincs idő arra, hogy véradókat szervezünk, a véreket levegyük, és a véreket megvizsgáljuk, hogy alkalmas-e az illető betegnek, illetve kivizsgáljuk olyan betegségekre, amelyeket a vérátömlesztéssel át lehet vinni. Ilyenkor ehhez a tartalékhoz nyúlunk. Nézők közül nyilván sokan nem adtak még vért, mondják, nem fáj. Nem fáj, ezt állíthatjuk mindketten, mert többszörös véradók vagyunk mindketten. Azt a félelmet kell legyőzni az embernek, amikor az első tűszúrás megtörténik, utána tényleg teljesen fájdalommentes. Hogyha most sokan kedvet kapnak, mikor és hol várják az önkéntes véradókat? Kedden és pénteken, ha valaki kedvet kap, reggel 7:30-tól délután 3 óráig a véradóállomást bármikor fölkeresheti, ha az alkalmassági vizsgálatok során őt egészségesnek találjuk, bármikor adhat vért. Remélem, ez az agitáció nem talál süket fülekre. De most más téma. Az erőmű hűtőtornyai immár 30-40 éve szervesen hozzátartoznak Tatabánya városképéhez. Most bontják a köcsögöket. Hogy mi az oka ennek, és az erőmű jövője mi lesz, erről beszél Samu Tamás, meg Bolyán László, TMK osztályvezető. A tatabányai erőmű története a múlt század végére nyúlik vissza, úgy tudom, akkor ő épült fel. Igen, 1896-ban építették az erőművet, még a régi helyén, ahol most a bányagödör van, ott volt a régi erőmű. Utána fölfejlődött, 1930-as években fejlődött tovább, majd a 40-es évektől még tovább fejlődött, úgyhogy akkor egyik legkorszerűbb erőmű volt az országban, tatabányai erőmű. 40-es évektől kezdve egészen 52-ig bővült az erőmű.
jelenlegi állapotában újra bővül, és így az erőműnek a technológiája is megváltozott, városfűtésre tértünk át. A belső géprendszerünk is megváltozott, a kondenzációs turbinák helyett ellennyomású turbinák lettek, ami egyik gazdaságos, meg a város fűtését szolgálja. A technológia megváltozásával a mögöttünk lévő hűtőtornyokra már nincs szükség. Abban az időben ezek a hűtőtornyok a 40-es években, mikor felépültek, egyik legkorszerűbb hűtőtornyok voltak, legkorszerűbb technológiával készültek, és ezt példázva építették az országban a többi hűtőtornyokat. Rengeteg tanulmányt is folytattak itt az erőműben a hűtőtornyok hűtéséről. Mikor a technológia változott, a hűtőtornyokra sajnos nem volt szükség, állapotuk romlott, sőt életveszélyesen romlott, ezért le kellett ezeket bontani. Megkezdtük a hűtőtorony bontását a 4-es toronnyal, azt elrobbantotta annak idején a bánya a robbantó csoportja. Utána folytattuk ezt a bontást, a POK céget bíztuk meg ennek a bontásával, és jelen pillanatban a 3-as tornyot bontottak el, és megkezdődött a 2-es toronynak a bontása. Milyen technológiával dolgoznak a bontók? Ez a bontótársaság, ez egy hegymászó gazdasági társulás, akik különleges feladatokat nagy biztonsággal föntről lefelé bontva tudják elvégezni, állványzatra nincs szükség, és maguk a technológiájuk is olyan, ami biztonságos bontást tesz lehetővé. Így, igen. Így tudjuk biztosítani azt, hogy magába ez a bontás balesetmentes legyen. Milyen lesz az erőmű jövője? Hát jelen pillanatban most 86-ban elkezdtünk egy rekonstrukciót, ami feltehetően 90-es évek elején fejeződik majd be. Az erőművel, mivel hűtőtorony nincsen, az erőmű kihasználtsága a 89-es évek 90-re már teljes kapacitással, sőt kevés lesz az erőmű hőkapacitása, ezért szükséges lesz új kazánok építése. Mögöttünk lévő hűtőtornyok helyére mintegy 58 megawattos kazánokat fogunk beépíteni, annak megfelelően, hogy a tanácsi és a NVM támogatást erre megkapjuk. Szeretném felhívni figyelmüket, hogy október 10-én este 18 órától a Televízió Ablak című adásában jelentkezni fog a Tatabányai Közösségi Televízió is, innen az új stúdióból. Mit csinálhat egy házi asszony, ha vasárnap reggel veszi észre, hogy elfogyott a piros paprikája? Ha bátor és van egy kis ideje, felkerekedik és keres egy nyitvatartó üzletet. Városunkban mintegy 80 ezeren laknak. Könnyen elképzelhető, hogy valaki vasárnap szeretne vásárolni. Mit tud tenni ilyenkor? Például elmegy a piacra, ami, mint a táblán látni fogják, vasárnap zárva van. Ehhez képest elég nagy a forgalom már korán reggel is. Jó néhány árus és vásárló ad rendezvút egymásnak. Lám, még a piacfelügyelő is itt van. Csak. Nyitva van a piac, vagy nincs nyitva a piac? Zárva van, kérem szépen a piac. Hát itt elég sokan árulnak. Igen, nem? Csak ki külcsileg már 3 éve elrendelték a csarnok zárása miatt, mivel hogy hát az órák a számmal megegyezen az eladóknak. Nem tudom, jól megfigyelték-e. Most megpróbálom én is elmondani. Tehát ez azt jelenti, hogy a vásárcsarnokban bent dolgozó embereknek is megvan határozva a munkaidejük. Nekik is szükségük van a hétvégi pihenésre. Én szednek ma? Hogyne, persze. Itt van azért. Csak kevesebbet, mint hétközben. De hát a vásárcsarnok elvileg zárva van. Hát elvileg zárva van, de a takarítás, meg egyéb, azt valahogy valami idő fizetni kell nekik. A képek sajnos nem erről tanúskodnak, hogy ki és mikor takarított itt utoljára, az rejtély. Ez a szemét nem hajnalóta került ide. De hagyjuk a piacot. Menjünk el a bánhidai lakóteletre. Itt nyitva van egy élelmiszerbolt is, az egyetlen a városban. Mit szeretne venni? Én például veszek bort. 7 liter bort veszek. Mások vesz, mit tudom én, mit vesznek a többi emberek. Tegnap nem tudta volna megvenni? Hogy? Tegnap nem tudta volna megvenni? Nem. Miért?
Nem, mert egy órakor zártak. És én, ha az ember szolgálatban van, a feleségem úgyse megy a boltba, mert a beteg a feleségem. Az nem igen jár a boltba, tehát én ameddig bírom. Hát akkor szerencse, hogy nyitva van vasárnap ez az üzlet, ez ugye? Ez nagyon jó, kérem szépen, ez nagyon prima. Csak a környékbeliek járnak ide, vagy máshonnan is jönnek, nem hát tudjuk? Itt a Báhidai faluból, meg itt a környékből, itt a Dózsakertből, ugye, mert hát itt mindegyben van csukva. Miért jött levásárolni vasárnap reggel? Elfelejtette tegnap? Nem, elfogyott. Vendégeim voltak és elfogyott a tojás és a kenyér. Ez az egy üzlet van csak nyitva? Ez az egy üzlet. Hát akkor szerencse, nem? Hát szerencse, biztos. Örülünk is neki. De sokan szoktak itt lenni vasárnap? Rengetegen. És friss a kenyér, meg a tej? Hát friss, mert a szombati kenyeret adják. Például, hogy elmegyünk a másik üzletbe, hétfő reggel ott még a szombati kenyeret kapjuk. Remélem a városgazdálkodási üzem illetékes vezetői is kellő figyelemmel nézték az előző anyagot. Nem lehetne változtatni ezen a helyzeten? Ami pedig a vasárnapi nyitvatartást illeti, a városi tanács illetékesétől megtudtuk, hogy ez nem az ő, hanem a vállalatok dolga. A vállalatok pedig egyelőre nem óhajtanak nyilatkozni. Pedig lehetne véleményük. Számos alkoholistát tartanak nyilván Tatabányán is. De sokan megpróbálnak kigyógyulni ebből a betegségből. Hogy ne legyenek visszaesők, ebben segít talán az alkoholellenes klub. Kérem, mondják el a nézőknek, hogy hol is vagyunk. Tulajdonképpen jelen pillanatban a Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények 6-os számunat közi otthonában vagyunk, Morakcsik utcában, ami egyben a Tatabánya Városi Antialkoholista vagy Alkohol Ellenes Klubnak a törzshelye vagy székhelye is egyben. Aki nem tudja, hol van ez a Morakcsik utca, valami közelebb itt, jó? Tulajdonképpen Bánhidán, ahol a búcsú szokott lenni a tér fölött. Most is lehet hallani, igen, ugye? Igen, igen, éppen most van a búcsú. Mikor alakult ez a klub és mi a célja? 1986, tehát ez év június 23-án volt az alakuló közgyűlésünk. A célunk az, hogy alkoholmentes, alkoholellenes környezetben töltsük szabadidőnket, ami gyakorlatilag minden hét hétfőjén délután 5-től 8-ig realizálódik itt Bánhidán a napköziben. És mivel töltik itt a hétfő délutánok? Hát a programunk most a nyári időszakban még eléggé, hát hogy úgy mondjam, vegyes volt. Itt a napközi otthonban beszélgettünk, kártyázunk, megismerkedtünk egymással, kiki beszámolt eddigi életútjáról, mik a szándékai, azok, akik eddig sikereket értek el az életbe, azokról beszámoltak. És hát most, hogy megindul az őszi program, szeretnénk minél több olyan kötött programot szervezni, amely mindenkinek a kedvére szolgálna. Hányan vannak? Hát klubtagok általában hétfőnként olyan 15-20-an jövünk össze, de ennél több klubtag van. Nem mindenki tud minden klubfoglalkozásra eljönni. Most éppen a tatai és az oroszlányi klubból is itt vannak nálunk vendégek, úgyhogy most közösen töltjük el a mai klubnapot. Hány főre számítanak, hogyha teljes üzembe megy majd az a klub? Gyakorlatilag számításaink szerint mintegy 25-30 főnek kellene, vagy nagyon szeretnénk, hogyha annyian lennének, mert véleményünk szerint ez lenne az optimális. Ki a mecénás? Hát a megyébe azt hiszem, hogy sokan segítenek bennünket, de a megyei tanács, a pénzt tulajdonképpen a megyei tanácstól kapjuk, és illetve a városi tanácstól, ezen belül a városi tanácstól. Hát megindulásnál segített bennünket a Tatai Klub, egyelőre tapasztalatokat is gyűjtünk, és próbálgatjuk a klub életet. Kérem, mutatkozzanak be. Olá Lászlóné vagyok, a Turul Alkoholellenes Mentálhigiénés Klub egyik szakvezetője. Smudláni Molnár Piroska, pszichiátriai osztályon dolgozom, és hát én is a klubot próbálom irányítgatni. Ön a klub titkára. Mi egy titkár feladata? Hát én vagyok a alkoholmentes klubnak a titkára. Hát a klub titkárnak a feladata lényegében az, hogy összegyűjteni maga köré
azokat az embereket, akik alkohol elvonó kúrán, kezelésen vettek részt, vagy azok, akik alkoholmentes életmódot szeretnének folytatni, ebbe a klubunkba szeretettel várjuk őket. És könnyű meggyőzni ezeket az embereket? Hát, elég nehéz eset, mindegyikkel el kell beszélgetni komolyan. Ez egy utógondozás annak a fázisnak, hogy kijöttek a kórházból, és van nekik egy támaszuk arra, hogy kellemesen eltöltsék a szabadidejüket. Ezt megtalálják a mi klubunkban. Mindenki, aki óhajt ezen részt venni, kellemesen szórakozzon. Arról beszámolnak egymásnak, ha véletlenül mégis valaki néhány korty alkoholt megiszik? Vagy ilyen nem lehet? De természetesen lehet, hisz vannak visszaesők. A országos tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon sok is van. És ezzel az emberekkel mi ilyen mondhatnám, hogy családias környezetben elbeszélgetünk. Hát egy kis dorgálásba is lehet részesíteni őket. És ők tesznek egy fogadalmat, hogy valóban megállják a helyüket, és nem alkoholra próbálják enyhíteni a problémájukat. A vendégként van itt, kérem mondja a nevét és a titulusát. Mátrai Tibornak hívnak, a Magyar Alkoholmentes Klubmozgalom jelenlegi főtitkár helyettese vagyok, és a Komárom megyei klubbizottság titkára. Mi a véleménye erről a klubról? Hát nekem egy kicsit szubjektív a véleményem, miután ezt a klubot annak idején az életrehívását és a megalakítását mi kezdeményeztük, és mi igyekeztünk ezt segíteni a helybéliekkel. Én nagyon nagy örömmel jöttem ide ma is, és nagyon nagy örömmel gondolok a tatabányai klubosokra és a tatabányai kis csapatra. Orvosok segítik el munkájukat? Nagyon sok orvos és középkáder segíti a munkánkat, és szakkáder. Hát itt jelen esetben Tatabányán a főcsfőorvos, akkor a Lengyel K. Péter pszichológus segíti ezt a tatabányai klub munkát, a megyei alkoholmentes mozgalmat pedig dr. Németh Béla fogja össze szakmailag. Köszönöm szépen, sok sikert kívánok a munkájukhoz. Köszönöm.